Csupán néhány év alatt az elektromos készülékekben a korábbi dróttengert felváltották a nyomtatott áramkörök. Ezek a lemezek még napjainkban is egyre kisebbek lesznek. A komputertechnológia minden más iparágnál gyorsabb léptékben fejlődik. Próbáljunk lépést tartani vele. A nyomtatott áramköröket tartalmazó számítógép alkatrészeknek köszönhetjük, hogy a képernyőn lélegzetelállítóan bonyolult grafikák jelenhetnek meg. Egy ilyen háromdimenziós animáció még a grafikus processzorral felszerelt számítógépekkel és a grafikusok több havi munkájába kerül. Egy ilyen lapka egy épülethez hasonlítható, melyben üvegszálas padló, részfolyosók és az őket összekötő lépcsők találhatók. Két technológiát ötvöznek az elkészítésekor. A felszíni húzalozást és a lapon keresztül hatoló drótozást. A további alkatrészeket a lapon előre kialakított lyukakban, vájatokban helyezik el. Sablonok alkalmazásával jelölik ki a forrasztások helyét a lapkán. Ez határozza meg a pontos méreteket. Most helyezik be a sablont a nyomdagépbe. A forrasztó ún ezeken a lyukakon keresztül jut el a helyére. A gép most szétteríti a forrasztóanyagot, ami többek között ólom-ón ötvözetet is tartalmaz. A gép működésbe lép. A forrasztóanyag átfolyik a sabló lyukain, így pontosan a kívánt helyre kerül az alatta lévő lapkán is. Ez a különbség egy nyers és egy már nyomtatott kártya között. Ezután következik a felszíni húzalozású elemek felhelyezése. A munkát ez a villámgyors gép végzi, óránként 36 ezer alkatrészt pakol a helyére, vagyis 10-et minden másodpercben. Ez a hihetetlenül kifinomult és pontos műszer egy beépített kamerát is tartalmaz, amely ellenőrzi a kis darabkák pontos elrendezését. Egy kevésbé precíz gépezet is képes fél milliméteres pontossággal elhelyezni a különböző alkatrészeket. Az összeszerelt lapka folytatja útját a kemence felé, amely fontos feladatot lát el. Amikor minden a helyére kerül, a mű egy hőáramlásos elven működő kemencébe jut, ahol az alkatrészeket ráforrasztják a lapra. Ezután további csatlakozók és ajzatok kerülnek a megfelelően előkészített lyukakba. Ez a feladat nagy kézügyességet igényel. A fém érintkezési pontokat még oda kell forrasztani a kártyához. A kártya hátoldalán található végződéseket egy forró ólom-ón ötvözetből álló fürdőben forrasztják meg. Az ötvözet hőmérséklete 240 fok. Most, hogy minden a megfelelő helyre került, következhet a működést vizsgáló teszt. A kártyát az itt látható tűkre helyezik. Ezek érintkezésbe lépnek a nyomtatott áramkörökkel, így ellenőrizhető, hogy ne maradjon rövidre zárt vagy nyitott áramkör a lapkán. Végül egy számítógépes program elemzi a kártya paramétereit és a teljesítményét. Ebben az üzemben 200 különféle lapkát gyártanak, hetente 4000 darab készül el, játékosoknak, programozóknak és bárki másnak. Üdv a jövő világában!